Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Mint ahogy láthatjátok, vettem egy új mikrofon fedőt, és remélem, ettől függetlenül rendesen fogja felvenni a hangot, ha nem nagyon mérges leszek, de itt vagyok ma egy újabb videóval, egy bűnügyi esetről fogok nektek beszélni, ez kicsit másabb lesz, mint a normális gyilkosságok, eltűnések, amiről általában beszélek. Zárójában megjegyzem, remélem az embereknek tetszik a hajam, már felvettem egy videót ezzel a hajjal, szóval abban benne lesz ez az egész magyarázat, hogy levágtam a hajam meg minden, csak az a videó egy kicsit késik, mivel még kellett rajta valamit javítsak, szóval igen, lehet, hogy hirtelen jön ez a hajvágás, nem így terveztem. Szerintem vágjunk is bele a mai videóba. Ma egy koreai esetet hoztam nektek, a Sampung áruház összeomlásáról fogok beszélni. A történetünk Dél-Koreában, Szóban kezdődik, és kell tudni, hogy a 80-as években Szó gazdagsága virágzóban volt, ez főleg azért volt, mivel 88-ban itt tartották a nyári olimpiát. Ez a gazdasági boom azt jelentette, hogy egymás után építették a magasabbnál magasabb, luxusabbnál luxusabb épületeket. Ebben az időben az ország megtiltotta a külföldi vállalkozók szerződtetését, ami azt jelentette, hogy a kis számú koreai építkezési cégek kellett, hogy magukra vállalják az összes történő építkezéseket a környéken. Emiatt nyilvánvalóan gyorsan kellett elkezdjék és gyorsan kellett befejezzék a különböző projekteket, hisz minden teher rájuk esett. A Sampung áruházat 1987-ben kezdték építeni, és 89-90-ben nyílt meg a közösség számára. A gyönyörű olasz Ping márványjal bevont bevásárlóközpont a város egyik leggazdagabb környékén volt. A Seocho-gu területen, ez a Gangnam térséghez tartozik, bár megpróbáltam helyesen ejteni ezeket a neveket, van, amit nagyon nehéznek tartok, ezért nyilvánvalóan minden fel lesz téve a képernyőre. A Gangnam térség az egyik leggazdagabb és legzsúfoltabb Szóban. A PSI híres dalában, a Gangnam Style-ban az énekes a Gangnam térség Gangnam kerületéről énekel. Aki nem tudná, a dal azokat a személyeket parodizálja, akik mindent elkövetnek, hogy a Gangnam kerülethez tartozzanak. Az épület 9 emeletes, ebből 5 földszint feletti és 4 földszint alatti volt. Ahogy láthatjátok, 2 szárnya van, és ezeket egy üvegből elkészült előcsarnok vagy összekötő csarnok kapcsolja össze. Megnyitása után a bevásárlóközpont hatalmas siker lett, és a következő 5 évben ez nem változott. Egy nap alatt akár 500 000 amerikai dollárnak megfelelő bevételt is hozott a központ. A tragédia, amelyről beszélni fogok, június 29-én történt, és ez a reggel már eleve nem indult jól a Sampung áruház munkásai számára, ugyanis elromlott a légkondicionáló, és ez nem csak azért zavaró volt, mivel nagyon meleg volt kint, hanem azért is, mivel nagyon zsúfolt volt aznap, nagyon forgalmas volt a bevásárlóközpont területe. Számítások szerint olyan 1500-1600 személy lehetett az épületben. Aznap az épület vezetője, ez nem az elnök vagy a tulajdonos, mert később fogok nektek beszélni maga a bevásárlóközpont elnökéről és tulajdonosáról. Ez egy ilyen vezető általános menedzser volt, neki is a napja elég furcsán indult. Azzal kezdte ezt, hogy felment ellenőrizni az épület tetejét, ugyanis az éjszakai biztonsági őrök arra panaszkodtak, hogy hangokat hallottak az 5. emeletről, és úgy tűnt, mintha a falból jönnének ezek a hangok, robbanások, ilyen csörrenések. Férfi észrevette, hogy a tetőn elég jelentős repedések voltak, de nem igazán tett semmit, hogy tovább ellenőrizze ezt. 8 óra és 9 óra között az 5. emeleten az egyik étterembe dolgozó személyek észrevették, hogy a földön lévő csempe meg volt repedve. Ekkor szóltak a vezetőségnek, ugyanez idő alatt egy másik étterem vezetősége is észrevette, hogy nem csak a csempe, hanem az egész fal meg volt repedve, és nagyon furcsán mozgott az épület. Ekkor eldöntötte, hogy bezárja az éttermét, és hazaküldi a munkásait. Ez a vezetőség kérelme ellenére volt, akik azt mondták, hogy nincs semmi probléma. A főmenedzser, akiről már beszéltem nektek, felhívja az összes étterem tulajdonosait és a munkásokat, és megkéri őket, hogy ne menjenek haza, nincs semmi probléma, és azt is elmondja, hogy légy szíves, ne beszéljenek arról, amit látnak az 5. emeleten, vagy a hangokról, amiket hallanak többi személynek, aki az épületben dolgozik. 10 óra 30 körül a többi emeleten lévő vásárló és munkás is észleli ezeket a furcsaságokat, például, hogy az épületben mozognak az üvegkirakatok, valamint ők is hallják ezeket a furcsa hangokat, amelyek úgy tűnik, mintha a falból érkeznének. 2 óra akkor a vezetők gyűlést tartanak. Ezen részt vesz az általános menedzser, az áruház tulajdonosa Lee Chun,
és az építészmérnök, aki felelős volt a záruháznak a létrehozásáért. Ez a három személy, akiről legalábbis tudunk, eldöntötte, hogy kihívnak egy statikus mérnököt, hogy ez ellenőrizze az épületet. Ez a személy észreveszi, hogy az épület teteje szinte ketté volt hasadva, és a gyűlésen jelenlévők számára nyilvánvalóvá válik, hogy csak időkérdése egy tragédia bekövetkeztetele. Sajnos, mint minden szituációban, a pénz beszél, a kutya pedig ugat. Lee Chun felháborodott azon az gondolaton, hogy be kellene zárni az áruházat aznapra, és megparancsolta mindenkinek, hogy hallgassanak ezekről a dolgokról, hogy munkaidő után majd megjavítják az épületet, és nincs szükség arra, hogy bárkit is elküldjenek, vagy nincs valódi veszély. 5 óra 30 körül már minden emeleten észlelni lehetett azt, hogy a falak meg voltak repedve, és az falakat megtámasztó oszlopok környékén szinte teljesen be volt hasadva a tető. Csupán 10 perccel később az épületben lévők hatalmas robbanásra lettek figyelmesek, majd mielőtt bárki is reagálni tudott volna, az épület riasztórendszere bekapcsolt, és a Sampung áruház északi szárnya összedőlt. 5 másodperccel azután, hogy robbanást hallottak, megtörtént a tragédia. Hamar megérkezett a segítség, de nehezen lehetett elkezdeni a mentőakciót. A két külső fal még áll, de nyilvánvaló veszélyt jelentett. A mentőcsapat, ami mentősökből, tűzoltókból és önkéntesekből állt, meg annyi gépet felpróbáltak használni, de megint csak akadályba ütköztek. A hőérzékelő gépek nem működtek, mivel túl nagy volt a romok területe és a zűrzavar e körül. A kereső kutyákat összezavarta az elhunytak nagy száma, és a meg annyi személy, akik bár életben voltak, be voltak szorulva a romok közé. Szinte kézzel kellett a betondarabokat és más törmelékeket elmozdítani, hisz ha gépeket használtak volna, ez veszélyeztette volna a romok alatt lévő túlélőket. A tragédiában eltűnt személyek családtagjai a helyszínen aludtak, és könyörögtek a mentőcsapatoknak, hogy dolgozzanak minden gyorsabban, hisz ugye szerettük élete volt a tét. Csupán egy nappal a tragédia után az elhunytak száma elérte az 55-öt. Volt szó arról ekkor, hogy befejeznék a mentőakciókat, mivel túl veszélyes volt mindenki számára, de nyilvánvalóan a családtagok fel voltak háborodva és tiltakozni kezdtek, ekkor az ország minden tájáról megérkeztek mérnökök és építészek, hogy stabilizálják a még fennálló épület részét. Biztosra kellett menni, hogy ez nem esik majd a mentőcsapatra és a családtagokra, akik ugye a romok környékén voltak. Egy hét elteltével 937, ez ma már elfogadott tény, körül volt a sebesültek száma, és 200 körül az elhunytak száma. Közben egy másik szakértő csapat is kérkezett a helyszínre, nekik a dolguk az volt, kifejezetten, hogy rájöjjenek, mi okozta ezt a tragédiát. Ebben a pillanatban nem csak Korea akarta tudni az igazságot, hanem az egész világ. Két dolgot hamar kizártak, az első az volt, hogy földrengésről lehetett-e szó, nem vettek észre semmilyen fajta ilyen szeizmikus aktivitást a környéken, a második, amit kizártak, pedig az, hogy egy gázszivárgás okozott volna a robbanást. Mivel sokkal robbanásszerű hangot hallottak, megvizsgálták, hogy nem egy terrortámadásról lett volna szó, de ezt hamar sikerült kizárni. A szakértők érdekesnek tartották, hogy míg a déli szárny összeomlott, az északi teljesen rendben volt, és ekkor elkezdték megvizsgálni a déli szárny alapját. Rájöttek, hogy ezt egy régi hulladék lerakó területre építették, és kíváncsiak voltak arra, hogy rendesen el voltak-e takarítva a hulladékok, mielőtt lerakták volna az alapot. Lefúrtak és mintát vettek az alapból, miután ezt megvizsgálták, rájöttek, hogy egy nagyon stabil, jól felépített alapról van szó, szóval nem ez lehetett a probléma. Egy szakértő aztán eldöntötten megvizsgálja a betont, amivel építették az áruházat. A betont ugye cementből, vízből és agregátumokból, ez lehet homok, kavics hozzák létre, ha a keverék nincs megfelelően precízen elkészítve, ez nem fog tartós lenni. Több száz beton mintát használtak fel a szakértők a vizsgálathoz, megvizsgálták a beton színét, állítólag a rossz minőségű beton kifehéredik egy idő után. Megnézték a beton állagát, hogy mennyire hajlamos arra, hogy nyomás hatására összeomoljon, valamint, hogy vannak-e benne levegő buborékok, ami ugyancsak befolyásolja azt, hogy mennyire erős a beton. A vizsgálatok nem mutattak ki semmilyen fajta rendellenességet. 15 nappal a tragédia után az elhunytak száma 300-ra nőtt,
de a mentőcsapatok még mindig reggeltől estig dolgoztak. Összeállítottak egy listát térképpel együtt, hogy hol lehetnek a lehetséges túlélők, ugye hol dolgoztak egyes munkások. Következőkben mesélek nektek egy túlélő elképesztő történetéről. Park Sun-hyun, akkor 19 éves lány, a bevásárlóközpont gyermekrészlegén dolgozott az első emeleten. Álma az volt, hogy tanár legyen, és mivel az iskola drága volt, dolgozni kellett, hogy kifizesse a tandíjat. Mikor az épület összeromlott egy fejsérülés miatt, elvesztette az eszméletét, mikor magához tért, nem tudta, hogy hol van, csak abba volt biztos, hogy a földön fekszik, és túlélését annak köszönheti, hogy két oszlop találkozása alá szorult be. Szóval két oszlop szerencsére úgy esett, hogy a lány pontosan alá szorult be. Először biztos volt benne, hogy az áruház csupán azon része szakadt be, ahol ő volt. Lehet, hogy egy szoba szakadt be, vagy csak egy fal esett rá, és bármelyik percben megmenthetik. Minél többet várt, annál inkább gondolkodott el azon, hogy milyen jeleket észlelt aznap reggel, és rájött, hogy az egész épület omlott be. Tartotta benne az erőt, hogy ő hallotta a mentőcsapatokat, és hogyan dolgoztak. Sajnos a mentőcsapatok nem hallották a lányt. Szerencséje volt azzal kapcsolatban is, hogy nem volt benne biztos, mennyi idő telt el. Ő azt hitte mindvégig, hogy egy-két nap telhetett el, mióta a tragédia megtörtént, viszont ebben a pillanatban több mint egy hete volt beszorulva. Ismét hatalmas szerencséje volt, hogy a mentőcsapatok vizet locsoltak a romokra, ugyanis a por nagyon zavaró volt, és ez a víz lecsöpögött majd a lány, a ruháit felhasználva belemártogatta a vízbe, és ebből ivott, ennek köszönheti túlélését. 17 nap telt el, mióta be volt szorulva, mikor valaki végre meghallotta a kiáltását, és az egyik tűzoltó kimentette. Mindenki legnagyobb meglepetésére, őszintén az öröngyala vele volt, nem voltak komolyabb sérülései, csupán ki volt száradva. Park Sun-hyun volt az utolsó túlélő. Az elhunytak száma elérte az 501-et. Közben a szakértők, akik keményen dolgoztak azon, hogy rájöjjenek, mi okozta ezt a balesetet, a következő dolgokat észlelték. El kell nektek egy-két dolgot mondjak a szempont felépítéséről. Ezt egy flat slab design alapján építették fel. Felteszem a képernyőre, nem találtam magyar megfelelőt, de egy flat slab épület következő kép néz ki. Két lapos alapszerkezetet oszlopok kötnek össze. Gyors és olcsó ennek felépítése, mivel betonból készül. Ha jól van felépítve, akkor annyira erős és biztonságos, mint bármely más struktúra. Viszont nagyon könnyű a felépítést elrontani, ha egy oszlop meghibásodik, akkor az egész struktúra összeomlik. Erről a flat slab designról egy dokumentumfilmben hallottam, ha nem pontosan fordítottam le magyarra egy-két dolgot, légy szíves, bocsássatok meg, és írjátok be a hozzászólásokba, de megpróbáltam elmagyarázni nektek legérthetőbben, hogy milyen a felépítése maga az áruháznak. Szakértők kiterítették, hogy a szampung 5. emeletének építése közben a vezetők megkérték az akkori építészeket, hogy változtassanak meg néhány dolgot a struktúrában, néhány oszlop elhelyezését és maga a kinézetet akarták megváltoztatni. A vezetők ezt utolsó pillanatban kérték, mire az építészek azt mondták, hogy szó se lehet erről, nagyon veszélyes, és egyszerűen nem is hallottak ilyesmiről, hogy utolsó pillanatban szeretne egy cég megváltoztatni dolgokat. Lee Chun, a Sampung vállalat tulajdonosa ekkor kirúgta az építészeket, és a saját maga által vezetett építkezési céget bízta meg azzal a feladattal, hogy építsék fel az utolsó emeletet. Persze ezek nem tiltakoztak semmi ellen, hisz Lee Chun volt a tulajdonos. Hogy miért követelték ezeket a változásokat? Eredetileg az 5. emeleten egy görkorcsolya pálya lett volna. Utolsó pillanatban a vezető és a tulajdonosok eldöntötték, hogy ők éttermeket szeretnének oda elhelyezni. Az eredeti alaprajzon szereplő görkorcsolya pálya sokkal könnyebb volt, mint ezek az újabb éttermek, és ezért az 5. emelet alapját, ami betonból készült, vastagabbra készítették. Ennek a súlyát viszont nyilvánvalóan nem számították bele a már felépített alapba és az épület többi szerkezetébe. Meg kell azt is jegyezni, hogy egy adott pillanatban a vízhűtő tornyokat, melyek eredetileg az épület külső részén voltak az épület mögött, fel kellett vinni a tetőre, mivel a szomszédok panaszkodtak, hogy ez a vízhűtő rendszer nagyon hangos volt.
Szóval még ez a plusz teher is az épület tetejére nehezedett. Sajnos nem csak ezek a hibák lettek elkövetve, az alap és az oszlopok között kell legyen egy támasz betonlap. Ezek a lapok biztosítják a súly egyenletes megoszlását. Ennek a vastagságát nyilvánvalóan pontosan kell kiszámítani, és a legkisebb hibák a számításokban katasztrófához vezethetnek. Ezek a panelek közül nagyon sok vékony volt, és volt, ahol teljesen hiányzott, nem beszélve arról, hogy az oszlopok túl vékonyak voltak. Arról is beszélnek az egyik dokumentumfilmben, hogy ezekbe a beton oszlopokba vasrudakat kell elhelyezni, és az eredeti alaprajzban 16 vasrud kellett volna legyen egy betonoszlopban, viszont csak 8 vasrudat használtak fel, ami azt jelenti, hogy sokkal gyengébb volt nyilvánvalóan. Ennek ellenére valamilyen csoda folytán az épület 5 évig állt. A szakértők tudni akarták, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárban, hogy mondjuk így. Rájöttek, hogy az események előtt csupán néhány héttel változtatásokat vittek véghez a negyedik emeleten. Törvények alapján a negyedik emeleten a mozgó lépcső köré akartak építeni, hát egy ilyen tűzpajzsot vagy tűzfalat nevezzem így. A tűz esetén ez a pajzs vagy védőfal leereszkedik, és megátolja, hogy a füst és maga a tűz az emeletek között elterjedjen. Ugye 4 falról van szó, ami körbeveszi a mozgó lépcsőt, és úgy döntöttek, hogy ezeket a beton oszlopokba vágják bele. Ami azt jelenti, hogy ugye ki kellett sávokat vágni maga az oszlopból. A kutatások alapján 25%-át vágták ki a támasztó oszlopoknak. Szóval a negyedik emeletet támasztó oszlopokat, a tetőt, a falakat támasztó oszlopoknak a 25%-át kivágták. Ez a szörnyű pénzéhesség, a hanyagság, csupán az, hogy nem érdekelte őket az emberek jóléte, vezetett ehhez a szörnyű-szörnyű tragédiához. A Sampung áruház tulajdonosát, Li Chun 10 év börtönbüntetésre ítélték, fiát, Liang Sangot, aki a cég elnöke volt, pedig 7 évre. A vád vétkes hanyagság volt, erről még nem hallottam így magyarul, angolul criminal negligence, ha valakinek egy jobb fordítás van, írjátok meg a hozzászólásokban. Egy Li Chong-u nevezetű férfit, aki a lakónegyedben volt főadminisztrátor, kenőpénz elfogadása miatt 3 év börtönbüntetésre ítéltek. Ő adott engedélyt a veszélyes építkezés elkezdésére. Egy forrás szerint 23 másik ember kapott különböző felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságokat. A börtönbüntetés mellett az apa és fia páros felajánlották a vagyonuknak egészét, ezt kártérítésként osztották szét az áldozatok családtagjai között. Ez fejenként 250 000 dollárnak megfelelő pénzösszeg volt. A koreai emberek és főleg az áldozatok családjai számára az utolsó pofon akkor érkezett, mikor az emlékmű felállítására került sor. Ma az áruház helyén egy Acrovista nevezetű luxus apartmanok találhatóak. Ez talán a legironikusabb része az esetnek, ugyanis az áldozatok hozzátartozói szerették volna, ha egy emlékművet építenek az egykori áruház helyére. Viszont a szőuli kormány úgy döntött, hogy inkább egy magánbefektetőnek adja oda ezt a területet, hogy ez létrehozza ezeket a luxus házakat, luxus apartmanokat. Az emlékművet végül a képen látható parkba állították. Ez volt a mai eset. 501 ember vesztette életét, és majdnem 1000 sebesült meg, mivel egy tulajdonos, egy hatalmas cég tulajdonosa és annak a fia pénzéhesek voltak, és nem voltak hajlandóak elfogadni a szakértők véleményét, mivel ők jobban tudták, mivel ők makacsok voltak. A börtönbüntetés, amit kaptak, szégyen teljesen kevés. Ha egy személy követte volna el ezt, akkor valószínűleg az embert halálra ítélték volna, de mivel egy cégről van szó, és úgy érzem, mivel gazdag személyekről van szó, nagyon kevés börtönbüntetést kaptak. Szerettem volna erről beszélni, mivel ez egy jelentős, tragikus történelmi esemény Korea történelmében. Jó tudni a jeleket, amire talán ti is odafigyelhettek, ha egy bevásárlóközpontban vagytok, ha láttok repedéseket a falon, ha mozog maga az épület, rögtön hagyjátok el ezt. Nem szoktam a saját dolgaimat promoválni, de ugye a podcastomnak új epizódjai fel vannak téve úgy Spotify-ra, mint a podcast.hu website-ra. Azokat is meg lehet hallgatni, ha más bűnügyi esetekről is akartok hallani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek vissza a következő videóra, és addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!